MÁV start 2016. Ugye azt mondják, hogy nincs elég kerékpárkocsi, ezért néha nem tudnak kerékpárkocsit közlekedtetni. Tehát ott volt hátul egy termes kocsi. Itt a második. Itt a harmadik. És itt a negyedik kerékpárkocsi. Tehát összesen ezen a vonaton 5 célú kocsikban 120, valamint a hátsó nagy kerékpár kocsiban további 40 környékén szállítható a kerékpár. Egyébként ezt meg mi hallgatjuk éjszaka, tehát ez meg egy belejár a vasúttal. Szóval így képzelik el, hátra bevágva egy retek szutyog kocsi, utána egy retek szutyog termes marhavagon, majd 3 kerékpárkocsi. És utána a maradék vonat áll 2 kocsiból, ezzel kell reggel elutaznia a legforgalmasabb zónázó járat utasainak ezzel az összeállítással. Mindenképpen gratulálok. Arról már ne beszéljünk, hogy retek van mindenhol. Tehát a MÁV-nál a takarítás az ez. Erről ne beszéljünk. Úgyhogy nagyjából így állunk. Ez 2016. És amikor az ember ír nekik levelet, hogy egy-egy járaton miért nincsen kerékpárkocsi, akkor azt a választ kapja, hogy azért, mert nincs elég kerékpárkocsi a rendszerben. Hát kérem szépen, itt most 3 több célú kocsi és egy marhavagon jutott erre a vonatra. Tehát magyarul ülő helyet elvettek az utasoktól körülbelül 200-at, tehát 200 ember fog állni ma a vonaton, mivel ez a vonat mindig csurig van. Gratulálok, és köszönjük szépen! És ha már kerékpárkocsikról beszéltünk, akkor még egy rövid kis szösszenet. Ugye ezek az úgynevezett felújított kerékpárkocsik. Tényleg örülünk neki, főleg az, hogy mostanában 3 is kerül egy-egy vonatra. Tehát így néznek ki. 8, illetve van ahol 7. Kerékpárnak a rögzítés az egyik oldalon, és 8, illetve van ahol 7 kerékpár rögzítés a másik oldalon. Tehát nem telt el egy év, kérem szépen. És ezek az igen jól kitalált cuccok, ezek ugye lezuhannak, tönkre mennek, és innentől kezdve nemes egyszerűséggel leszerelik. Nem is ez a baj, hanem akinek mérnöki szeme van, az láthatja a videó nélkül is, hogy hol a hiba a képen. Igen, kérem szépen, valószínűleg a felső csavarozást és az alsó csavarozást másik brigád készítette, és nem hoztak kerékpárt kipróbálni, mert normál esetben a kerékpár, hagyom, hogy magától lógjon, így lógna. Tehát az alsó kerektámaszt azt úgy rakták be, hogy ferdén. Ezért amikor az ember beletesz a kerékpár, a kerékpárnak a kereke feszül. Ez a gyöngébb minőségi kerekeket egyébként eldeformálja, de nem tesz jót a jobb minőségű kerekeknek sem. Ez megint egy olyan dolog, ami nem kerül pénzbe, és megmondom, miért megy tönkre a tartó. Ezért, mert fölül is feszül folyamatosan. Úgyhogy mindenképpen gratulálunk hozzá. Jöhet meg a magas színvonalon elvégzett takarításhoz is. Lehet, ezt meg már megszoktuk a MÁV-nál. Ezt már szóvá se teszem. Szóval ennyit a ma reggelről, hogy hogyan szabja meg az embernek a hangulatát az igényes, jó minőségű közlekedés, tömegközlekedés. Innen jegyzem meg, teljesen megértem azt, aki teheti és autóval jár inkább. Viszlát!